Köszöntöm nézőinket, az Aktuálissal folytatjuk műsorunkat. Július közepétől, hétfőtől már a Csaba Gyöngye Kulturális Központ szervezi a Csabai Nyár programjait. A szervezők részéről a Kulturális Központ igazgató helyettesét, Herceg Tamást köszöntöm a stúdióban, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, én is köszöntöm a nézőket! Elkezdődött a fröccsöntő héttel a program. Mi minden várja most a nézőket, a résztvevőket ezen a héten? Ebben az évben is, ezen a nyáron is úgy van, mint hogy az elmúlt esztendőkben rendre alakult. A nyár első felében a Jókai Színház, a Békéscsabai Jókai Színház szolgáltatott sok-sok kulturális programot, és a nyár közepén, most július 17-től vette át a stafétabotot a Csaba Gyöngye Kulturális Központ. A Szent István térre szervezzük a programok jelentős részét, de emellett a Csaba Gyöngye Kulturális Központ melletti kis színpad, a stég is ad majd helyet sok-sok eseménynek. Ebben az évben is részben tematikus hetekkel, tematikus hétvégékkel is készülünk. Valóban előttünk van a fröccsöntő hétvége. Azt reméljük, hogy a vendéglátósok sokféle kóstolnivaló borral készülnek a Szent István téren, mi pedig részben a Pázóval, részben a Fischel olyan zenekarokat hozunk, amelyek azt hiszem, hogy sok mindenki érdeklődésére számot tartanak majd. Ezek a tematikus hét elnevezések azért már több éve hagyományként jönnek tovább, most idén is megmaradtak ezek az elnevezések? Így van, megmaradtak az elnevezések, és megmaradtak azok a programtípusok, amik az elnevezéshez kötődnek. Ugye a fröccsöntő hétvége, vagy fröccsöntő hét az azért az, mert hogy ugye ilyenkor már, ha megfelelő az időjárás, akkor a Csaba Gyöngye szőlő, amely az első a sorban Magyarországon, amely ugye először érik, már ilyenkor már lehet születelni. Otthon én már megkóstoltam egy-két szemet, egészen édes és finom lesz, legalábbis otthon két tő van összesen, de hát még nem reprezentálja a teljes Békéscsaba környéki termés, de lényeg az, hogy ilyenkorra már a Csaba Gyöngye szőlő kezd érni, ezért találtuk ki a fröccsöntő hétvégét. Aztán ugye lesz egy Big Band hétvégénk, ez azt jelenti, hogy a Csaba Gyöngye melletti stégen kiülős koncertek lesznek este 27-én és 28-án pénteken, szombaton két zenekar zenél majd, illetve 28-án és 29-én, és egy rendhagyó koncerttel is készülünk. Eddig még délelőtt nem szolgáltattunk zenét, de aki régebben járt úgy, mint én a Szeged, illetve a debreceni jazznapokra, az emlékezhet arra, hogy a szombat esti éjszakai erős jazzbulit sokan vasárnap délelőtt pihenték ki, vagy annak a fáradalmait vasárnap délelőtt a Dixi koncerten pihenték ki. Most tehát nálunk szombaton délelőtt lesz egy Dixi koncert a Szent István téren. Mondom, ez egy újdonság, ha tetszik, egy újítás, hogyha ez tetszeni fog a közönségnek, és lesznek elegen, akkor valószínűleg a következő években is lesz majd ilyen produkció. Ugye a nyár szerves programja szokott lenni most már 30-31 éven keresztül, vagy 31 éve a zenei ifjúsági találkozó, a fúvós zenekarok találkozója itt Békéscsabán. Most négy országból, Magyarországon kívül négy országból várunk majd vendégeket, több napon keresztül, részben a Szent István téren, részben pedig a stégen szól majd a fúvós zene, és hát augusztus 20-a is része természetesen ennek a Csabai Nyár program sorozatnak. A tűzijáték a fő attrakció évről évre, de én azt hiszem, hogy a Margaret Island, illetve Horváth Charlie nagy zenekaros koncertje is igazi csemege lesz majd, és a Csabai Nyár főtérre szervezett programjai augusztus 27-én érnek majd véget a Békés megyei szimfonikus zenekar nyárbúcsúztató koncertjével. A Lokál Hét nevű tematikus héten helyi amatőr zenekarok is fellépnek majd. Hogyan zajlott ennek a kiválasztási folyamata? Pontosan így van. Célunk az is, hogy részben tehetség
kutatással, tehetség, gondozással is foglalkozzunk. Több olyan zenekar van, amelyik Békés Csabai, és az elmúlt 1-2-3 évben föllépett, és most is meghívjuk, illetve most is lesz olyan zenekar, amely nálunk a Csaba Gyöngyében zenélt már, de a főtéren még nem. És azok, akikről úgy gondolhatjuk, hogy tehetségesek, és a közönség is kíváncsi lehet rájuk, őket megpróbáljuk ebben az időszakban színpadra hívni. Jó néhány ilyen zenekarunk lesz tehát. Tehát akkor tulajdonképpen már vannak tapasztalataik ezeknek a zenekaroknak a fellépéséről, vagyis az, hogy itt a főtéren fellépnek, az már egyfajta garancia lehet arra, hogy érdemes lesz őket meghallgatni? Én így gondolom, hogy egyrészt garancia lehet, másrészt pedig mindenféleképpen igyekeztünk úgy összeállítani a programot, hogy sokszínű legyen. Tehát a fiatalokat, az ifjúsági generációt érdeklő rock zenekarok is szerepeljenek a repertoárban, musicalekkel is készülnek előadók, tánc bemutatók is lesznek, illetve komoly zenei műsorok is jönnek majd a színpadra. Tehát sokféle történetet szeretnénk, és az lenne jó, ami egyébként a tapasztalatunk tavaly előtt láttuk, hogy ez így van, hogy sokan eljönnek a Szent István térre, olyanok is, akik nem a nézők számára előkészített székekre ülnek le, hanem ott a padokon üldögélnek, akár beszélgetnek egymással, megisznak egy üdítőt vagy sört, de hogy a főtér az tud ilyen a város számára közösségi térként is működni. Ez egy nagyon fontos szempont egyébként, amikor a városa vezetése úgy döntött, hogy ezt a teret, ami jó néhány évvel ezelőtt a közlekedés zajától volt hangos, az most egy nyári eseményekkel teli tér is legyen, nyári eseményekkel is mondom, de hát látjuk, hogy egész évben vannak ott programok. Egyébként arra is törekszünk azért, hogy ne feszítsük túl a húrt, tehát nem késő estéig tartó programokkal készülünk. Például számos olyan eset van, amikor az esti koncertet azt átvisszük a Csaba Gyöngye melletti stégre. Igen, épp erre gondoltam, hogy ugye a főtéren ott lakások is vannak, akiknek a lakói nem biztos, hogy annyira örülnek a késő esti koncerteknek. Így van, és erre oda kell figyelnünk valóban. De azt gondolom, hogy azért az ő visszajelzésük is pozitív kellett, hogy legyen, hiszen én úgy tudom, hogy évek óta nagyon várják a csabaiak, meg a környékbeliek is ezeket a programokat. Így van, és most ugye 36 napon keresztül 43 eseménnyel készülünk. Ez alkalmat ad arra, hogy aki Gyulán nyaral, átjöjjön Békés Csabára, tavaly is számos ilyen esetről volt tudomásunk, illetve külföldi szót is hallottunk a főtéren így az esti programok alkalmával. Tehát én azt hiszem, hogy valóban nem csak a Békés Csabaiaknak szolgáltatunk ilyenkor, hanem azoknak is, akik a megye más helyéről jönnek, vagy akár messzebbről érkeznek Békés Csabára. Ugye azt a küldetést, amit célul tűzött ki a Csabai nyár, azt leginkább akkor tudja betölteni, hogyha ingyenesek ezek a programok, hiszen ahhoz, hogy az ember járókelőként egyszer csak belehallgasson egy-egy koncertbe, ahhoz nyilván nem működik, hogy belépő díjat szedjenek. Mekkora áldozatot jelent ez a város részéről, a szervezők részéről? Valóban ez egy rendkívül fontos szempont, hogy ezek a programok ingyenesek. Igazság szerint a város főterét, a Szent István teret lezárni se lehet, nem is célja ez természetesen azoknak, akik ezt a programsorozatot szervezik. Ingyenesek, tehát a rendezvények erre nagyon jó, hogy most ki tudunk térni, és nagyságrendileg olyan 5 millió forintos keretből lehet ezt az eseménysort megoldani, amire egyébként az elmúlt esztendőben körülbelül augusztus 20-át nem számolva, körülbelül 10 000 ember volt kíváncsi. Nagyságrendileg legalább ennyi nézőre számítunk ezen a nyáron is. Ha ezek belépődíjas koncertek lennének, akkor vajon lenne ekkora sikere? Én azt gyanítom, hogy lényegesen kevesebb látogatója lenne a programoknak, hogyha belépődíjasok lennének. Hogyan sikerül a forrást megtalálni ehhez? Van szükség támogatókra, vagy a város ki tudja gazdálkodni? Vannak olyan támogatók, amelyek lényegesen kisebb nagyságrenddel, de valamennyivel mégis hozzájárulnak a Csabai nyár főtéren szervezett esemény sorozatához, de döntő részt lényegileg az önkormányzat finanszírozza ezeket a programokat.
Ugye az egész nyáron átívelő programok, ahogy a beszélgetés elején említette, úgy működtek, hogy átadják egymásnak a stafétát a különböző kulturális intézmények, ami egy nagyon szép szimbolikus értelmet is hordoz, hiszen egy komoly együttműködésről van szó. Mennyire sikerül könnyen összehangolni a programok műfaját, hogy azért valamennyire illeszkedjenek egymáshoz? Igen, én is azt hiszem, hogy ez így van jól, hogy a város kulturális intézményei dolgozzanak együtt, hangolják össze a tevékenységüket, és ebben én azt hiszem, hogy elég jól teljesít a négy intézmény, a könyvtár, a múzeum, a színház és a közművelődési intézmény, a Csaba Gyöngye. Összehangoljuk, természetesen összehangoljuk az augusztus 20-ai programokat is, és hát az egész nyár tulajdonképpen egy nagy együttműködésként is jellemezhető. Számítanak-e idén is kb. 10 000 látogatóra? Igen, én gondolom, hogy ez egy bevált és a közönség által is várt esemény sorozat. Azt hiszem, hogy gyanítom, hogy ha jó is lesz az időjárás, ugye sok múlik ezen, hiszen szabadtéri rendezvényekről van szó, akkor sok nézünk lesz. Ugye említettem az időjárást, azt azért hozzá kell tenni, hogy a nagyobb koncertekkel kapcsolatban megnyugtathatjuk talán az érdeklődő közönséget, hogy esőhelyszínként a Csaba Gyöngye Kulturális Központ rendelkezésre áll. Mennyi idő van ezt ilyenkor eldönteni, hogy be kell költözni? Igen, ugye ilyenkor a szervezők a Meteorológiai Intézettel közvetlen kapcsolatban állnak. Elképzelhető, hogy 5 órakor, 6 órakor még esik az eső, de 7-kor, 8-kor már lehet programot szervezni. Mindig néhány órával előtte dől el, hogy milyen döntést kell hozni. Tehát olyankor van egy operatív döntés, hogy kint marad az esemény, vagy pedig bemegy épületen belőle. Melyik lesz az a program, amit személyesen is kimondottan vár? Én nem szeretnék konkrét eseményt kiemelni, az biztos, hogy én magam is természetesen nagyon sok eseményen ott leszek, ez dolgom is lesz majd. Egyébként pedig ugye az augusztus 20-a az az esemény, amire a legtöbben készülünk majd, ezt az egész főtéri produkciósort körülbelül 40 ember szervezi egyébként, de az augusztus 20-a az egy nagyon nagy szervezői létszámot megmozgató, igazán nagy esemény sor lesz. Én gondolom, hogy a Margaret Island ugye az részben az ifjúsági korosztályt, Charlie pedig az idősebbeket tudja majd megszólítani, de ez egy általánosító, leegyszerűsítő gondolat volt, mert hogy Charlie is tudom, hogy azért a 10-20 éveseket is vonza, és a Margaret Island is már olyan zenét szolgáltat, ami az idősebbek érdeklődését föl tudja kelteni. Én ebből a szempontból mindenevő leszek, mert nagyon sok koncerten részt fogok venni. Reméljük, hogy minél többen csatlakoznak majd a koncertekhez, és bízunk benne, hogy az időjárás is kiváló lesz majd. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, Herceg Tamással, a Csaba Gyöngye Kulturális Központ igazgató helyettesével beszélgettünk a Csabai Nyár program sorozatról. Köszönjük figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!